Csúbi csülete, ezt a csokoládét, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő résszel. Igen, a Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részével, ami most már új helyszínen játszódik, viszont ez egy ilyen különleges rész, mivel szeretném megmutatni azokat a modokat, meg szeretném megmutatni a térképet, amik így a sorozatban ezután fognak szerepelni. Egyébként az alaptörténet annyi, hogy ugye eljöttünk Alsószegről, és átköltöztünk Kubába. Egyébként Pablo Escobarnak vettük meg a birtokát, és itt próbálunk boldogulni tovább ezen a mapon. Ugye volt egy ilyen trailer, amit így felraktam, amiben így körbe repültük a mapot, és leszálltunk ide a birtokra, és megérkeztünk ide. Na, arra jött rengeteg komment, javarészt pozitív, de néhányan írták, hogy jaj, hát ez az Alsószeg map az sokkal jobb, ez meg szar ez a map. Hát lehet, hogy azok, akik ezt írták, azok nem ismerik ezt a mapot, azért gondoltam, hogy szeretném megmutatni, meg még ráadásul a járműparkot is szeretném megmutatni, mert úgy gondoltam, hogy ebbe a kolumbiai környezetbe szeretnék egy speciális új járműparkot készíteni, vagyis modokat, úgyhogy azokat is meg fogom mutatni. Most az pénzösszeg, ami ott látszik a jobb felső sorokban, az nem releváns. 500 000-et vonok le magamtól a farmér, mármint azért a haciendáért, és ugye 13 millió 500 ezerrel jöttünk át az Alsószegről, tehát akkor 13 millióval fogunk kezdeni, azért most kevesebb, mivel megvettem járműveket, hogy megmutassam nektek. De először úgy gondoltam, hogy nézzünk körül a mapon mindenképpen. Egyébként itt van a map, és itt van a hacienda, és itt van az egyes föld, egyébként a földeket megnézitek, a haciendához ezek tartoznak, ugye ilyen kiszolgáló létesítmények, ilyen különböző garázsok, meg az egyes föld, ami gyakorlatilag ilyen nagyon pici. Azon kívül iszonyatosan sok minden van ezen a mapon, és azért nem gondolom azt, hogy ez egy szar map, mivel sokkal inkább fejlettebb, mint például az Alsószeg, mivel ezen lehet egy csomó minden olyan dolgot csinálni, amit például ott nem. És meg is mutatom őket, hogy mi. Jó, és itt jobb oldalt egyébként van egy lista, ami így kiflistázza nekünk, hogy például mik vannak ezen a mapon. Nézzük végig ezeket. Jó, srácok, hol kezdődik? Ugye az egyes írja, az egyes az azt írja rá, hogy szőlő. Igen, itt van egy szőlőültetvény, az egyes földön, ami konkrétan ugye ez is megvehető, és akkor tudsz itt a szőlővel foglalkozni. A kettes, amelyik hol van a kettes? A kettes, igen, itt a kettes, át is ugrok ide, és akkor megnézzük, jó, ide nem vásároljuk meg, hanem ide teleportálunk, és megnézzük, hogy ez mi. Ez nem más, mint egy bánya, ahol lehet különböző dolgokat bányászni. És rengeteg fajta bánya van. Nem csak az van, hogy bányászok, hanem van olyan, hogy szénbánya, van olyan, hogy mondjuk sódát lehet valahol, homokot tudsz szedni, rengeteg fajta van, és mindjárt meg fogjátok látni, hogy ez miért jó nekünk. Na igen, itt van egy bánya, itt ugye ide kellene bányagépek, hogy ezt szépen megmunkáld, végig tudsz menni, és ki tudsz termelni innen valami csodát. De menjünk tovább, nézzük tovább, itt mi van. Aha, itt már van valamilyen eszköz, és hogyha ide állsz erre a helyre, akkor kiírja egyébként, hogy mit kell beraknod ide, ugye az inputhoz, és az outputnál kírja, hogy mi jön bele. Úgyhogy dörtöt, tehát földet konkrétan hordasz ide, akkor abból lehet iron, lehet valami tailings, lehet gravel, és lehet sand. Szóval itt ez egy olyan szerkezet, hogy ide behordod a dörtöt, valószínűleg abból a bányából, onnan, és akkor az ugye szétválasztja, és azt utána tudod használni különböző dolgokra. Ide kell behordani, konkrétan, és akkor valószínűleg, hogy szétválogatja, és tudod összeszedni majd utána a különböző dolgokat, amik ugye keletkeznek belőle. Na, oké, akkor nézzük a következőt. A kettes, vagy a hármas, az szintén egy mine, ami ugye nem más, mint egy bánya, amit nem tudom, hogy hol van, az a baj, hogy nem nagyon
Hármas, négyes, hol van a hármasunk, gyerekek? Kettes, látom csak. Na mindjárt, mindegy, nézzük meg a négyest. A négyes az nem más, mint egy winehouse, ami elvileg egy ilyen szőlős, szőlős tudsz. Egyébként a WC-k között lehet teleportálni, nem mind a Matrixba, nem a telefonfülkék között, hanem a WC-k között. Egyébként itt is ugye megvan, hogy mit tudsz behordani. Látod, futnak itt az adatok, ide állsz, és akkor behordasz szőlőt, és behordasz vizet, és akkor ott van, hogy mi lesz belőle. Lehet belőle szőlőlé, vörösbor, meg talán fehérbor. És ugye akkor ez, így, ez egy ilyen factory. Úgyhogy tök jó, hogy van ilyen szerintem, és akkor ugye tudsz belőle feldolgozni. Hát szerintem ez már jó, ugye ide jön a water. De itt meg ez miért ilyen furcsa? Itt fel kell építeni még valamit? Vagy mi ez? Olyan érdekes, nem? Aha, és itt mutatja ugye, hogy itt tudod kiverni őket, itt termelődnek. Nagyon jó. Nézzük tovább. Hol tartottuk? Ja, a hármas bányát azt nem jövök rá, hogy hol van, nem látom, így vagy vak vagyok, vagy nem tudom. De a hármas bányát azt nem látom. Na mindegy, van fűrészmalmunk, ugye vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nincsenek is jelölve. Van fűrészmalom, amelyik az is eléggé ki van dolgozva. És itt is ugye... mondjuk ez eléggé gyárinak tűnik. Azt nézem, hogy nincs ilyen kezelő panel, de úgy látom, hogy ezen nincs is. Ez tök gyári. Nézzük még tovább, hogy mi van. Az ötös, az nem más, mint River Sand. Ötös River Sand. Az azt jelenti, hogy itt tudsz bányászni ilyen, nem tudom, minek, ilyen hordalékot. Talán hordaléknak nevezhetem. És hogyha itt kibányászod a hordalékot, ez is ugye kell valamihez. Például nem is tudom, azt hiszem, hogy cementgyártáshoz vagy betongyártáshoz kell ilyet összeszedned. Nézzük meg, hogy ez mit csinál. Itt is, hoppa, itt is kapásból valamit tudsz bele csinálni. Ugye? Input River Sand és diesel kell ebbe, tehát kell bele üzemanyag is. Egyébként üzemanyagot is tudsz gyártani itt. És utána ott van, hogy mi jön belőle ki. River Sand P és Tailings. Az nem tudom, mi az a Tailings. És akkor ugye mutatja, hogy mennyi van belőle, mennyi üzemanyag van benne, úgyhogy tök jó megvan ez is csinálva. Azért mutatom végig többek között, hogy ne vágjátok, hogy mennyi minden érdekes dolgot fogunk itt csinálni. Meg még ráadásul az, hogy aki így instant szarozta le ezt a mapot, az lássa, hogy azért ez nem egy gyenge dolog. Van hatos scrapyard. Ez egy nagyon érdekes. Ezt néztem, hogy ez a scrapyard, ezt nem is nagyon értettem, hogy ez mi, de mindjárt odaugrunk, és akkor mindjárt megnézzük, jó srácok. Ez mi? Ez, például itt is ez micsoda? Ez egy siló? Azt a betyár, gyerekek, nézzétek, milyen jól néz ki. Na hol van ez a scrapyard, amelyik... Aha, itt van. És ez egy nagyon érdekes dolog, ezt pontosan nem értelmezem, majd leírjátok, aki vágja, vagy hogy mire gondol a költő. Ez nem más, mint egy roncstelep, ugye? Nézd meg, roncstelep, ugye? Az. Viszont én azt figyeltem, hogy egy az, hogy van itt egy lift. Hogy az minek, aztán kérdezzétek, mi, meg van itt egy kamera, oké, meg van egy épület, amibe be tudsz jönni, és szerintem le tudsz adni járműveket, el tudsz adni dolgokat, de viszont ami termelődik, az nem más, mint gumi. Az érdekes, hogy járműveket be kell ide hoznom, és abból gumi termelődik. Itt tudom megtermelni a gumit azért, hogyha én feláldozok járműveket. Ez is megint egy... Ez, gyerekek, ez egy nagyon-nagyon érdekes map szerintem. Na, hol tartottuk? Van egy házépítés, a hetes. Az hol van, gyerekek? Volt. Itt van a hetes házépítés. Ezt is megmutatom, gyerekek. Ez is nagyon őrült jó. Ez ugye egy lakópark épül itt, és itt is tudsz egy csomó mindent csinálni. Azt hiszem egyébként, hogy ez például feltúrható is, és itt meg is kell csinálni, de például kell hordani ide téglát. A téglát, hogy megépítsd, ugye kell készíteni téglát különböző összetevőkből. Ide kell hordani deszkákat,
ugye, hogy itt az építkezés menjen, ide kell hordani. Ez szerintem egyébként izé, ez csak ilyen meddőföld, de majd lefordítom. Kell hordani szendet, meg kell hordani sódert, és akkor itt megy az építkezés. Ez is szerintem böszme jó cucc. És ez mi? Itt tudsz aludni, igen. Egyébként itt megy a buli, ha jól emlékszem. Valahol. Ja nem, ez még ilyen építkezés alatt áll, itt. De van olyan, amelyik már föl van épülve, és itt ilyen medence parti van, meg minden gyerekek. Ez szerintem tök jó. Itt is például. Csókolom, jó napod! Hát milyen jó meg van csinálva oda részletek. Hello, mi újság? Ez egy gyerek, vagy ez egy ember? De durva, várja. Itt valamit meg lehetett fogni. A porfist. Jó, oké. Na, nézzük tovább. Azt mondja, hogy... 8-as, az hol van? 8-as, ez, ugye mindig a WC-be teleportálok, ez nem más, mint beton. Beton keverő rendszer, és a beton keverő rendszer az úgy működik, hogy ide állsz egyébként, ezek tök jó meg vannak csinálva. Úgy van, hogy cementet kell behozni, reverse P, és gravelt és szendet, és akkor lesz belőle cement. És valószínűleg, hogy izével tudod azt hordani, ilyen betonkeverővel, amit hoztam, raktam is be. Na, ide kell ugye a gravelt, ide a szendet, ide azt, oda minden, és akkor így működik ez. Ide meg valószínű, hogy a vizet. És akkor, nem, ide. Ide a szement, ja, ide a cementet. Igen, és ez tök jó ez is, így működik, ugye mutatja, hogy mennyi van benne, szóval ezek a kijelzők is rohadt jók szerintem. Na, és akkor ez így működik. Nézzük tovább, jó, srácok? Van egy harborunk a 9-esen, ami megmondom őszintén, szerintem kizárólag ilyen eladó helynek minősülő dolog lehet. Bár elég érdekes, hogy így külön van jelölve, mint harbor egy ugye kikötő. És... Ja, ez egy kikötő. Hát valószínűleg eladó hely, de ha nem csak az, akkor majd rá fogunk jönni. Én egy elsőre azt mondom, hogy ezek ilyen selling pointok. Nem, srácok? Ja, akkor nézzük tovább, a harbort azt megnéztük. Ferri siló, 10-es. Mi az a ferri siló? Na, ez például fogalmam sincs, hogy megint mi. És azt sem tudom, hol van. Az a baj, hogy ugye rá van csapva egy mapra. Itt van egy 11-esünk amúgy. 12-es, nem tudom, hol a 10-es. Jó, van, akkor ferri siló, nem tudom, hogy mi. 11-es roadwork, 11-es valami útmunka. Aha. Ó, oda nézzé. Utat csinálnak, és aszfaltot kell hoznod ide, hogy tudják csinálni az utat. Ez is böszme jól megvan csinálva. Egyébként nézzétek, milyen ilyen lepukkat. Ez a tipikus ilyen kolumbiai, ilyen ghetto. Szerintem böszme jól néz ki mindenhol ilyen rozsdás feliratok, ilyen tipikus, ilyen nagyon ótfar kocsmák. Szerintem ez nagyon jól néz ki. Szerintem tök jó. Igen. És akkor itt tudod eladni a cementet. Meg még azt hiszem, hogy van még egy selling point itt. Ahol... Ja, nem cementet, az aszfaltot. Uh-huh. Láttam még egyet. Ez mi? Aszfalt. És itt van. Ez a nem tudom micsoda. Toad Valent, nem tudom, ezt majd megnézzük, lefordítom, bocsánassatok meg, de hogy nem tudom, hogy ilyen béna vagyok. Na, viszont olyan érdekes dolgok van még itt, hogy ezt, fú, várjatok már. Roadwork, oké, okay. Refinery, 12-es Refinery, az meg mi a szar meg én. Refinery a 12, az nem valami, hogy nevezik, ilyen... Finomító, vagy valami ilyesmi? Nem tudom, hogy hol van. 10... Hányos? 12-es. 12-es, nem látom, gyerekek. Biztos... Ti van háromszor észrevettétek. De keeper az ilyen vak. Egyébként a 3-asat azt hiszem nem találtuk meg, és itt van a mine. 3-as a bánya, látjátok? Megnézzük akkor ezt a 3-asat, jó? Ide ugrunk, ugye? Ez már megint... Úristen! Úristen! Úristen, és ez, na ez a nagy bágya, itt egy csomó mindent lehet csinálni. Itt rengeteg dolog van. Arany, arany. Már hol van az izéje? Itt van.
Ide hozol be water-t, meg dörtöt, és akkor kimossa, és lesz be. Igen, ez a tailings, ez szerintem ilyen meddőföld, és gold, és ez egy aranymosó. Itt például aranyat tudsz mosni, de ugye itt van még egy csomó minden. Figyeld, itt mit lehet? Itt. Itt van, itt csinálod azt a toad venant, ami nem tudom, hogy mi, valami... Water, gravel, sand kell hozzá. Ugye itt mindent tudsz csinálni, ide kell behordani. Odébb, meg valószínűleg mást. Csak hol van a kezelőszerve? Ez egy ilyen hatalmas gép, ami így végig megy, ugye? Ide. Cement és mész lesz belőle, és limestone kell behordanod. Ez pöszme jó. És itt mit kellett csinálni? No, várjál, hol van az izé? Kezelőszer hatalmasan. Aszfalt, ez lesz az aszfaltjár. Ez lesz az aszfalt, és odrébb mennyi minden kell hozzá. Hú, gyerekek, és itt is van valami. Ez meg szerintem kőtörő lesz. Vagy valami ilyesmi. Hol van az izé? Szerkelet. Aha, gravel és greystone lesz belőle, reservoir és tényleg. Hoppá, az izét, ezt a meddőföldet, az vissza tudod használni. És tudsz belőle gravelt és greystone csinálni. Nagyon adja. És itt mi van? És ez mi? Ez egy üzemanyag töltőállomás. De saját dízel tudsz belerakni. Tehát ez úgy működik, hogy te tudsz csinálni. Te tudsz csinálni dízelt, mert van olyan is egyébként. Aha, és itt van egy műhelyed is, az jó. Tudsz csinálni egyébként dízelt ezen a mapon, üzemanyagot. Úgy gyerekek, merre menjünk? Itt mi van? Most gyerekek, de meg kell nézni. Oda nézzetek, ott fönt van valami. Aha, ez egy nagy bánya. Ez egy nagy bánya. Itt van a limestone szerintem. Bánya, és arra meg valami más. Igen, és erre meg valami más. Nagyon jó. Itt is van valami. Jó. Oké. Akkor már hol tartottunk, gyerekek? Harbor Fair. Ez a Ferry Shiro, nem tudom, hogy hol a szarban van. A Roadwork meg volt. A Refinery 12-es, ezt nem tudom. Most én vagyok ilyen annyira vagy, vagy abszolút nem tudom, gyerekek. Pedig nekem gyanús az a 12-es, lehet, hogy az lesz a izé. Itt a 11-es, itt a 12-es. Ja, az volt, aha. Refinery Shiloh. Nézzük, ez mi a szar. Itt mit tudsz csinálni? Kanola kell ide, és dízel lesz belőle. Gyerekek. És itt? Biodízel. Ide meg krút kell, és tar lesz belőle. Ez mi az? Mi az a tar? Nem tudom, mi az a tar, gyerekek. Csodálatos angolomban. De ezek mind különböző. Itt a tar. Ez lesz belőle. Mi az a tar, gyerekek? Ez érdekes azért, nem? Azért tök jó meg van csinálva. Na, az a lényeg, hogy kanolából tudsz itt dízelt. Ez mi? Aha, és ide kell a tire, és rubber lesz belőle. A rubber az nem ragasztó. Ide rakod le a gumit, és akkor lesz belőle rubber, ami szerintem ragasztó leginkább. Gyerekek, itt nagyon komoly dolgok vannak. Mi? Na, hol tartottunk? Lítium bánya, 13-as lítium bánya. Hát ugrunk ide, aztán onnan elballagunk. Nem, vagy várjál, ugrunk ide. Aztán innen megnézzük. Lítium bánya. És az már van nekünk, mindjárt ránézünk, egy, nyomunk egy 9-est, igen, arra van, és akkor végigjövünk, hogy mi ez. Ezek valószínűleg kiszolgáló létesítményei, és itt van a lítium bánya, ugye akkumulátor, tudjátok, lítium aksi. Azt a betyár, az mi a szar, gyerekek? Azt már néztük? 8-os, azt már néztük? Ott van a cementgyár, és itt van a lítium bánya, len. Jó, nem megyek le a végéig, egyébként látom, hogy egy ilyen böszme nagy bánya. Ja, itt van az a nagy izé, nagy kerék. Ó, gyerekek, oda nézzé. Tudod, az a nagy bágyagép. Na, itt a lítium bánya, ugye? A lítiumot nagyon nagy mennyiségbe kell, ugye, bányászni, mármint az alapanyagát, és utána nyered ki belőle a lítiumot. Nagyon-nagyon sok, nagyon szennyező. Ó, és itt vannak a különböző gyártó részek. Valószínűleg ide kell beleöltözni.
Gondolom, igen, ide kell beleöntözni. Ja, megnézem, hogy mi lesz belőle, gyerekek. Meg ide is lehet öntözni valamit, és nézzük, mi lesz belőle. Itt például wood chipsből, waterből és lithium ore-ból, tehát minek nevezik ore, mi az ércből lehet lithiumot csinálsz, ami ugye akkumulátorhoz kell. Nem tudom, hogy akkumulátorból, mit csinálunk itt mi akkumulátorból. Érdekes. Na, és itt mi lesz? Ide kell a water, jó. Ugye nekek ez, na, és akkor mondja valaki, hogy szar a map, érted? Lithiumban, clay, 14-es clay, már átugrok ide, itt még nem voltunk. Ez mi a szar megint, azt a betyár. Big, tégla lesz! Clay, lime kell, wood chips, water és clay, és akkor itt lesz téglád. Itt lesz téglád, ide kell beoldani mindent, és akkor téglagyár. Téglagyár. Téglanyár, és clay, a clay bánya, az meg itt van arra. Hát clay bánya, ugye, ha bányásszák a clay-t egyáltalán, minek nevezik? A clay az ugye agyag. Itt van valahol. És mindenhol ilyen különböző gyárak vannak, szerintem ez tök jó ez a map. Na itt a clay, itt állsz neki bányászni. Ez az. Oké, nézzük. Clay, mable. Mi az a Mable palec? 15-ös. 15-ös, 16-os. Ez valami bánya. És valamilyen deszkákat, vagy miket csinál. És van 17-esen az oliva. Van oliva farmunk is. Jó. Teleportáljunk ide, azt nézzük meg, mi ez. Waterből lesz Mable. Nem mondod, tudod mi ez? Ilyen nagy tömböket így leszakítasz. Azt a betyát. Ez mi az a Mable? Várjál! Ez... nem izé... Aj... Amiből a síremlék van, mi az? Tudod? Mindig elfelejtem. Nem granit, hanem... márvány. Márvány tömbök, figyeld, várjál, de márvány tömbök lesznek. Azt föl kell valahogy cűnöd. Valószínű itt. Jaj! Ilyen... ment a vonat, hallottad? Ma, igen, így, fölviszed ide. És akkor itt lesz a 15-ösnél, figyelj, itt van valami gép is, látod a minimapot? Itt nagy nehezen fölviszed, gondolom valami kamion, na hát egy akkora tömb az biztos 8000 tonna, nagyon nehéz lesz. Fölhúzingálod. És akkor itt tudsz valamit csinálni, várj, mindjárt megnézzük, vagy mit. Ide kell water, az majd egyszer, oké. És itt ide hozod a tömböt. És itt felszeleteli, oda nézzél. Igen, Mable palec lesz belőle, ilyen lapok. De várj, ezt a gépet, ezt nem lehet használnom. Itt mutatja, hogy izé, hogy beszállhatok valamibe. Oh my god. Aha. Gyerekek, ez egy izé, ez egy ilyen nagy daru. És ezzel tudod pakolni majd őket, figyeled? Ezzel tudod fölrakni majd, gondolom, azokat a lapokat vagy valamiket. Kamionra. Kicsit, mintha ki lenne siklóval. Na jó van. Mármint, hogy mintha nem lenne tökéletesen sinem, nem? Az a rész elég érdekes, remélem, hogy nem lett baja. Még működik. Na, oké. Mi van még? Más nincs, ugye? Igen, és akkor itt a kurja... meg azon kívül ugye természetesen termeszthetsz mindent. Na de, jöjjenek a gépek, amiket hoztam. Az se lesz szám rossz. Na srácok, hát ugorjunk bele a legelsőbe, aztán már nézhetitek is. Jaj, oda nézzé, micsoda jármi. Direkt hoztam ilyen tipikus nagy amerikai dolgokat, meg hoztam retro amerikai dolgokat, ez is egy retro amerikai dolog, ez egy ilyen tipikus, ilyen mentőjármű, amivel elvileg, ide hangos vagy baze, amivel elvileg így menteni tudsz dolgokat, de egyébként erre a kamionra rengeteg felépítményt tudsz rárakni. Böszben jó hangja van.
Szerintem gyönyörű, csodálatos. Nem tudom, hogy az, hogy működik, rá fogunk jönni. Na, de jön a következő. Direkt nem nézek oda, mert hogy legyen egy kis meglepi, hogy mik vannak. Ugye ezeket a járműveket, ezeket visszafogom, mármint nem innen fogjuk kezdeni, hogy kapásból egy csomó járművünk van. Várjatok, oda nézzé. Hoppá, ezt tudjátok. Kell. Kell exkavátor, és ez ráadásul olyan, hogy ennek van egy olyan hordó szerkezete, tudjátok, úgy lehet vontatni, hogy föl lehet rá járni. Nagyon jó cucc. Ezt nem hagyhatjuk ki. Ha már egyszer, mi vagyunk Pablo Escobar utódja. Ójaj. Azért egy ilyennek kell lennie, nem? Ez szerintem nagyon adja. De mutatom a járművek, vagy a munkagépeket is. És itt, hogyha szemben megnézitek, azért láttok egy olyan csodát. És össze lehet hasonlítani mondjuk egy kisebb járművel. Na, de mutatom őket, gyerekek. Van nekünk egy búdózerünk, amire nem raktam rá a kanalat szándékosan. Szerintem csoda a gép. Ugye a bányákba szükségeltetik ilyen. Sőt, ez még talán homlok rakodónak is tökéletes. Van itt egy... Nagyon sok kerekünk van. Van itt egy ilyen tipikus International. Szerintem csodálatosan néz ki. Ez is ugye látni ott a... Talán V8-at, bár nem is biztos, hogy V8. Nem jóba szálltunk be. Ennek a hangját is szeretném megmutatni. Nem jó, megint nem jóba szálltunk be, de ez is egy gyönyörűséges. Ja, és amit el akarok mondani ezekről a kamionokról és gépekről, ezek ilyen 1000 lóerők körül mozognak. És ugye ezek nem túlzás, ezek mindenképp ilyen heavy cuccokat tudnak szállítani. Ugye például, amikor nagy exkavátorokat, vagy pedig majd azokat a nagy márványlapokat kell hurcolni, akkor valószínűleg itt kellenek a nagy gépek. Erre ugye egyébként mindenféle felépítményt lehet rakni. Ez egy ilyen tipikus road train, amelyik ugye csuklök középen. Mutatom még, ja, ezt az International-ben nem sikerült beszállni az előbb. Meg gyönyörű hangja van. Gyönyörű a belseje. Szépen bőre varva végig. Szerintem nagyon szép. De még van itt egy-két dolog, amit meg kell néznünk. Igen, hoztam kettő fajta Big Budot is, meg hoztam ugye a Big Budnak azt a tesóját is, amelyik ilyen permetező, de ja, igen, hogy nem mindig ugyanazokkal, nem mindig Challenger, hanem hoztam nagy John Deere-eket, és hoztam ráadásul retro nagy John Deere-eket is. Ugye ő nem retro nagy John Deere, de a mellette lévő az már az. De ez is egy csoda, gyerekek, ez is. Jaj, nagyon szép. Retro társa, azt hiszem, hogy a 2000-es évek elejéből. 950-20. Szerintem gyönyörű. És nagyon jó, hogy én nekem nagyon tetszik ez a talajtextúrázás. Ugye ez a... Ez a kicsit ilyen trópusi... egyébként itt van a szőlőültetvény. Amiről ugye, hát szerintem gyönyörű ez a John Deere, meg ez a klasszis. Mindenképpen akartam klasszokat, hogy ne csak az legyen, hogy tényleg a nagy gépek azok le legyenek redukálva arra, hogy Challenger. Hát ez is egy gyönyörű, várjál? Azt akarom. És természetesen, Homan Serior.
Akkor. Eszköz hordozásra felkészítve. Gyönyörűséges gyerekek. Úristen. Na, ez is megvan. Nézzük tovább, mert itt vannak, lesznek még itt nagy ágyuk. Na, sikerült az túljákon keresztül átmennem. Igen. Igen. Igen, és ez ekkora, gyerekek. Ez V12-ben van, azt hiszem, megáldva. Nem, V16. Ugye úgy van megcsinálva, hogy 2 V8-os van sorba fűzve. V16. És ez valóban ekkora, és valóban nincsen rajta 3 pontos csatoló. Szóval ez nem pont arra való. Igen, és természetesen ő neki a tárcsája, a vetője, mindene benne lesz a sorozatban. Ott meg egy kicsit kavalkádot csináltam, vonat szétcsap köztük. Ugye Big Badnak a kis tesója, hoztam kisebb gépeket is, retro jellegűt. Azért nem hoztam nagyon keleti járműveket, mivel nem valószínű, hogy Kolumbiába olyan túl sok MTZ futkozna, de egyébként hoztam MTZ-ket is, és nem ugyanazokat, mint eddig. Hürlemann, ha jól sejtem? Nem, nem az. De szerintem ez is nagyon illeszkedik ebbe a millióbe, olyan nagyon, még a színe is tök passzol, nekem nagyon tetszik. De nézzük. Bulldozer, Dömper, modern stílusú Dömper. Meg nem a miénk, és nagy, körbe is értem. Ezek így az alap modpak részei lesznek. Természetesen ezen kívül még nagyon sok és nagyon nagy gépek fognak még szerepelni. És ne ijedjetek meg, hogy itt ennyi mindent lehet csinálni. Mindenképpen először úgy gondolom, jó, bocsánat, megy a videófelvétel, dudáljál bele testvérem. Na, mindenképp először egy kis mezőgazdasággal fogunk foglalkozni. Ja, és a már mezőgazdaság, beraktam kanabisz termesztés módot is, hogy legyen az, arra is lehetőségünk, vagy egy kis kanabiszt is. Várjatok, egy dolgot még meg akartam nézni, ha már egyszer. Egy pillanat. Ez... Ennek a hangja, ez a hörgés. Egyébként azt nézem, hogy sorhat, valami sorhat dízel lehet benne, mert egy oldalon vannak a kipufogók, és 6 darab leömlővel. Azt a road train-t egy kicsit húzzuk meg, nézzük meg, hogy mégis hogy viselkedik. Ha be tudnék tolatni alá, ugye? Hogy? Ez egy nagyon érdekes szerkezet. Ugye ez egy olyan cucc, hogy középen csuklik. Látjátok? Szerintem egyébként tök jó. Nagyon jó cucc. Nagyon tetszik. Imádom. Imádom. Nagyon jó. Na, és egyébként igen, itt van egy izé. Itt van kapásból egy nagyföld, valószínűleg nagyföldeken fogunk elkezdeni munkálkodni, vagy több nagyföld összeszántva. Ilyeneket azért Keeper fog működni. Vonat ugye jár a mapon, úgyhogy vigyázni kell vele egy picit. Ez úgy látom, hogy ez egy ilyen siló. Ez egy szimpla siló. Érdekes. Érdekes. Itt kell beönteni, itt kell kiönteni, ennyi. Tök jó. És ez meg egy ketrec a gogó csajoknak. Jó gyerekek, el is búcsúzom, és akkor még ma jönni fog egy normális rész. Mármint úgy normális rész, hogy oda nézzetek, búza van rajt. Gyerekek, nézzük már meg, ez a 23-osan van valami? Szerencsénk van, és meg is tudnánk venni. Ez a legnagyobb föld. Azt a mitjár, gyerekek. Rebecca O'Connor. Birtokolja és zabar rajt. Megtrágyázott. Gyomos. Nem baj. Na, srácok, innen folytatódik, mármint onnan, hogy ugye nem lesz gépparkunk, nekünk kell megvenni egyesével, szépen majd okosan megvesszük. Látjátok, hogy mennyi mindent lehet csinálni, a map minden csak nem szar, én úgy gondolom. Nincs benne annyira brutálisan összebonyolítva a termelési ránc, mint a PV River-en. Egyébként nézegettem a PV River-t, ugye a PV River
nem is PV River, PV Country-nek nevezik már 19-be. A PV Country mapon ott brutálisan nagyon hosszú termelési láncok vannak, és nagyon hatalmas a map, és emiatt gondoltam, hogy ne egy ilyen extrém nagy mapon, hanem most egyelőre dolgozzunk egy ilyen mapon, és egy teljesen más jellegű országba. Nem töröltem az előző mentést, alsó szegre bármikor vissza tudunk majd menni, nem tűnik el, de most egyelőre ezen fogjuk folytatni az 1 milliárd euró hívást. Itt is termelünk egy csomó pénzt, és akkor azt ugye görgetjük tovább, és akkor megyünk esetleg máshova, más mapra, és a végén, majd amikor elérjük az 1 milliárd eurót, csalni semmiképp nem fogunk sehol, mindenhol úgy dolgozunk meg a pénzünket. De úgy gondolom, hogy ha így csináljuk, hogy néha váltunk mapot, mint hogyha elköltöznénk, a valóságban is tök reális dolog ez, akkor azon nincs semmi probléma. Igen, a sorskártyáról nem esett szó, a sorskártya teljesen meg lesz reformálva, meg fogjátok látni, hogy hogy. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!